Lázasan melegített a zombai öreg fiúk csapata az elmúlt hétvégén a helyi sportpályán. Nem mindennapi gála mérkőzésben volt része az egyesületnek, a dárdai timmel mérhették össze erejüket. Rengeteg, csak nem 600 ember volt kíváncsi Dárdai Pál csapatára. A német Hertha BSC vezetőedzője elmondása szerint jelenleg a szabadságát tölti, ilyenkor több hasonló baráti mérkőzésen is részt vesz a hazai csapatával. A Zombáról kaptunk meghívást, elfogadtuk, tudjuk, hogy jó környezet van, sok rendes ember. Amennyit bírunk, annyit fogunk futballozni, ugye nekünk sok játékosunk van, egymást szoktuk cserélni, ez nekünk mindig nagy élmény, mert én is a saját fiaimmal játszom. A Fejér Csabi szokta hozni a fiát, a Király Gabi hozza a fiát, ez mindig változik, ez nekem a pihenésem. A baráti meccsnek jótékony célja is volt, ugyanis a szurkolóknak lehetőségük volt tombolát vásárolni, és az ebből befolyó összeget a település karitatív célra fordítja majd. A legszerencsésebbek a tombola sorsoláson megnyerhették a Hertha edző által dedikált labdákat. És reméljük, hogy nem sérül meg senki, és akkor utána együtt van a baráti társaság, eszünk, iszunk egyet, megyünk vissza Balatonra, és ez azt hiszem ebben az évben 4 vagy 5 ilyen mérkőzés lesz. Bár a zombai öreg fiúk alul maradtak, így is sikerült 4 gólt szerezniük a Dárdai Pál által alapított dárdai tím ellen. A legnagyobb nyertesek mégis a szurkolók voltak, akik néhány tartalmas órát tölthettek el a zombai futballpályán.